Sziasztok! Ma arról fogunk beszélgetni, hogy mit jelent számunkra a tudatos közösség. Ugyanis nagyon gyönyörűen veszem észre, és ennek nagyon-nagyon örülök is, hogy a hallgatóim nagyon jó barátságokat, tiszta, őszinte barátságokat kötnek egymás közt, és olyan jól látna, amikor a Facebook csoportba szervezik a bált, a retrobulit, és kijelenthetjük, hogy közösen nagyon jól érezzük magunkat, holott ez nem feltétele a programoknak, hogy utána találkozzunk, mégis ez történik. Miben más egy tudatos közösség? Neked mit jelenti mi a tudatos közösség? Azt, hogy őszinte emberek között, akik fölvállalják azt, hogy gondjaik vannak, megoldják őket, és akkor meglátom, hogy nem csak nekem vannak, hanem másnak is. Tehát állarcok nélkül őszintén elmondani, hogy most éppen rossz partban vagyok, jól érzem magam. Tehát általában a hallgatók úgy jönnek az első nap a programra, hogy ja Istenem, kik lesznek itt, megszólaljak, vagy inkább csöndben maradjak, merjek, vagy nem merjek, tesz, hogy érted meg először? Érdekes volt, mert én nem szeretek szerepelni, nem szeretek közbeszólni, vagy kérdezni, és az alapprogramon egyszerűen ugye említetted is, hogyha valami késztetést érzel, hogy mondd ki, vagy kérdezd, akkor ezt tedd meg, hát én éreztem, és meg is tettem, és tök jó volt. És teljesen idegen emberek előtt éreztem azt, hogy én erről nyugodtan beszélhetek, nem, nincs mit szégyellenem, senki nem fog oda visszaélni. És mi történt a három nap után? Hát a harmadik napon, amikor bementem, az ugye a második hétvége volt, hát mindenki megszépült. De tudom, hogy nem csak az én szemem által, vagy az én látásom változott, mindenki megszépült, és úgy éreztem, hogy egy olyan helyen vagyok, ahol tartozom. Azelőtt tényleg mondhatom, hogy addig a pillanatig mindig kívülállónak éreztem magam mindenhol, és ott rájöttem, hogy ezt én tettem magammal, mivel hogyha úgy álltam hozzá mindig a közösséghez, hogy én nem vagyok a része, akkor nyilván az sem fogadott be engem. Tehát amit adtál, azt kaptál. Igen. És itt azt éreztem, hogy itthon vagyok. Végre van egy társaság, ahol tartozom. Nálunk számomra mit jelent a tudatos közösség? Ezek a közösségek mindig egy kis csoportos közösségek, és bárhol voltam, ott, ha beszélni kellett, nem volt előszinte, mert valahogy érezted mindig azt, hogy hol lehetsz. És itt gondolkodás nélkül megtalálni egyik pillanatra a másikra, meg ugye olyan barátságok kötődnek, ami máshol nem, vagy máshol csak felszínes, csak a program három órájára érvényes. Jóci, neked mit jelent a tudatos közösség egy olyan embernek, aki mindenkit elvesztett maga körül? Hát... mindig is sok ember volt körülöttem, ami szerintem valamilyen formában jó is, de ugye nem mindegy, hogy milyen emberek, és bár rosszat nem tudok mondani rájuk, de teljesen más úgy lenni, hogy nem kell arra figyelned, hogy mit mondasz, vagy mit nem mondasz. Mert lehet neked akármilyen jó barátod, vagy unokatestvér, vagy apu, vagy anya, vagy valami, de az a nagyon jó kapcsolat is legtöbbször olyan, hogy mivel tudjuk, hogy a másik milyen és milyen típus, vannak dolgok, amiket meg kell szépen fogalmazni, nem mondhatsz meg, máshogy kell, máskor, mit tudom én. És no, itt nem az a lényeg, hogy most csúnyán beszélünk ugye a másikkal, de mivel hogy ugyanazon a szinten vagyunk, vagy ugyanott rezgünk, ahol te szokod mondani, akkor már nem kell ezt, hogy most te mit fogsz szólni, akkor ezt inkább máshogy mondom, akkor inkább nem szólok, mert nem tudom mi, mert ha kevésbé pozitívat is mond az ember, senki a másikot nem fogja még kinézni, vagy kibeszélni, vagy... Tehát őszintén felvállalhatjuk a véleményünket, és mindig a végeredmény az, hogy ezzel segítünk egymásnak a legtöbbet, hogy őszinték vagyunk. Anikó, elindultál az önismeret útján, tudatosan élsz.
emberek, akik hozzád járnak. Sőt, alattad sok-sok ember dolgozik. Mennyire látod a különbséget az ego és a tudatos ember között? Rettenetesen, és sajnos azt kell mondjam, hogy színházat játszanak az emberek, és ez nem az ő hibájuk okvetlenül, hanem minden ember azt gondolja, hogy valami elvárásnak kell megfeleljen, mindenki azt gondolja, hogy kevésbé fogják szeretni azért, amilyen ő valójában, pedig szerintem minden ember pont azért szerethető, mert teljesen más, mint én vagyok, teljesen más, mint bármelyikünk, és pont ez a különbözőség a szerethető, tehát nem kell ilyen birka módjára beállni a többi ember mögé, mert majd azért fognak engem szeretni. És érdekes módon, hogy azóta, mióta megvan ez a teljes állatlanság, ez a teljes őszinteség, a vendégek annyira szukén elüldögélnek nálam, és nem akarnak ott hagyni, és mikor már ül nálam a következő vendég, akkor ott álligálnak a pultnál, és beszélgetnek velem, és úgy érzik azt, hogy olyan jó rezgések vannak, mert elmondhat bármit, és én őszintén tudok neki rá válaszolni, annélkül, hogy megsértenék, vagy rosszat gondolnák róla, és szerintem ez az őszinteség fogja előre mindent adnálni. Nóri, te hogy állsz a megfelelési kényszerekkel, vagy tehát mennyire akarsz még megfelelni? Van-e ilyen? Hát ugye én elég erőteljesen meg akartam az édesapám megfelelni, hogy lássa, hogy a vállalkozás jó kezekben van, és amit én csinálok, az bizony jó. Azt mondom, hogy ezt elengedtem. Most már nem azt foglalkoztat. Tudom, hogy jól fogom csinálni. És ennyi. Tehát tudod, hogy tudod. Már tudom, hogy tudok. És igen. És milyen így tudatosan? Hát én azt mondom, hogy könnyebb. Sokkal könnyebb. Könnyebben veszem így, a jön egy akadály, azt is könnyebben veszem, jó, meg fogjuk oldani. Gábor, ketten vagytok most már tudatosak a cégetekben. Hogyan hat ez a megrendelőitekre? Hogy hát ez a kollégákra? A kollégákra szerintem jó hat, ahogy én észreveszem, máshogy tekintenek rám. Ugye én vagyok az, aki többet jár be az üzletben. Valamint olyan lehetőségek nyíltak meg, amik eddig nem is gondoltam volna, hogy ilyen lesz. Tehát... Üzletemberként az üzleti világban nagyon kevés a tudatos ember. Általában kijelenthetjük, hogy egókkal tárgyalunk. Ilyenkor hogy veszitek a akadályokat, vagy mennyire látjátok a másik felet? Hát azt hiszem, hogy eléggé átlátszó a színjáték. Én már egy ideje ezt gyakoroltam, de most még inkább, hogy őszintén megmondom, hogyha például van egy kérés, vagy elvárás, vagy bármi, és én úgy látom, hogy az nekünk gond lenne, nem tudnánk tartani az időpontot, vagy szóval bármi van, akkor megmondom, hogy nagyon szívesen, de az a helyzet, hogy... Tehát kijelenthetjük, hogy bizonyos szituációban megtanultál nemet mondani? Nagyon-nagyon sok vállalkozónak ez nem megy. Tehát igen. Mindenre rábólintunk, igen, mindent a megrendelőért, és utána oda jutnak, hogy egy zsákutca, egy mókuskerék, amiből nem tudnak kilépni. Igen. Például ez a hét ez nagyon feszített a munka szempontjából, és ugye mindenkinek van mindig valami extra kérése, valami, amit ő old, ami neki fontos, ami nekünk ugyanúgy fontos, de fölveszem a telefont és megkérdezem, hogy figyú, tudsz vele várni ezen a héten, vagy nagyon fontos, mikorra kell ez neked? Mert ugye ahogy ő megfogalmazza, nekem az úgy tűnik, hogy úristen, rögtön kell neki, de nem, meg lehet mindig beszélni, hogy két nap, három nap, vagy esetleg, hogyha a jövő hétig tud várni, szuper, és akkor megoldjuk, és akkor nem kell stresszelni, nem kell idegeskedni. És ha ezt őszintén közlöd velük, akkor elfogadja. Így van, minden gondolja. Gond. Igen. Okay. Jó. Anikó, milyen egókkal tárgyalni? Hát teljesen más az én hozzáállásom.
És én is azok közé, a vállalkozók közé tartoztam, aki nem tudott nemet mondani, mert úgy gondoltam, hogy akkor elveszti azt a kliens, másképp fog az a kliens hozzáállni, esetleg negatív kritikát fog mondani. Most bele tudok állni a véleményembe, és nem az, hogy nem érdekel a másik, hanem tudom, hogyha őszintén fogom neki elmondani, hogy ez miért nem jó kettő számára, vagy akár csak az én számomra, akkor ő teljesen másképp fogja ezt megérteni, és meglepő, hogy tényleg abszolút egyáltalán mindenféle ellenállás nélkül megértik az őszinteséget. Tiszta, az őszinteség tiszta energia, ami nagyon szépen átmegy. És a tudatosságról elmondhatjuk, hogy mikor az ember tudatosan él, akkor sokkal merészebb. Gábor, te mondtad a sztorit, mikor mentél egy üzleti tárgyalás, és angolul kellett életedben először tárgyalni, milyen volt? Lesz, mi lesz? Megjelent a merészség, és... Igen, és akkor megcsináltam. És akkor ment, és akkor eljöttem, hogy ez menni fog egy közelet is. Juci, nagy célok előtt állsz, vállalkozást indítasz januárban, most már tudatos emberként, tehát mennyire vannak jelen a félelmek, mennyire reszket a lábad, hogy jaj, mi lesz, vagy mennyire mész bele bátran és merészen, hogy ezért dobog a szívem, és lesz, ami lesz. Hát, izgulok. tudom, most úgy érzem, hogy az, amiben belekezdtek, az tényleg olyan, amivel szerettem eddig is foglalkozni, amiben én szerintem jó vagyok. És ugye ez a önbizalom, meg ezek a félelmek, ezért az én nálam ez eléggé a porondom volt mindig. És most nagyon jó érzés azt, hogy bár nagyon sok minden van, amit még ugye meg kell tanulnom, meg amivel szeretnék így foglalkozni, és amiről most még nem nagyon tudok, csak így apró dolgokat veszek ki mindenből, de hogy tudom, hogy van bennem egy olyan érzés, meg egy olyan készség, vagy nem tudom, minek nevezzem, erő, igen, ami úgyis arra felé fog vinni, és akkor meg fogom tudni oldani, meg fogom tudni tanulni, és akkor tudok majd előre haladni. Igen, és mi ez az erő? A tudatos vállalkozó megadja a bizalmat a sorsnak, tehát tudja, hogy ami történni fog, a számára lehető legjobb. És így élni, így vállalkozni sokkal könnyebb, mint úgy, mikor előre minden lépést ki akarunk találni, mikor rendszert állítunk föl, a régi vállalkozói életem sokkal-sokkal nehezebb volt, mint a mostani. Tehát a tudatos vállalkozó sokszor merészebben, bátran lép bele a dolgoknak, és ennek a merésének és a bátorságnak a végeredménye az, hogy hamarabb elérjük a végeredményt, amit szerettünk volna, nem fáradunk ki a úton, jó érzéssel mentünk felé, ezért a végeredményt tudjuk is élvezni. Nagyon szépen köszönöm a mai beszélgetést is, jó volt újra együtt. Köszönjük szépen, kedves néző! Csatlakozz a YouTube csatornámhoz, hogy ne maradj le a következő epizódokról.